kezdődött az egész, hogy volt egy nagyon, nagyon mély homokos rész, ahol, ahol sikeresen átmentünk, utána leesett az égszíjunk, ott valamelyik dűnézésnél történhetett, és egyszerűen ott meg félre kellett állnom. Szerencsére ott volt egy olyan pont, ami egy kicsit így lejtős volt, de mégis sima, ahol meg tudtunk állni, és biztosan el tudtam indulni. De amikor elindultunk, ott egyből a körülbelül egy ilyen 40 perces égszí felrakás után, ott egyből állt a Volkswagen, aminek egyrészt örültünk is, hiszen pont ő van előttünk így a ranglistán, akit valószínű, hogy ma sikerült megelőzni, viszont mások meg megelőztek minket, mert olyan ásásba keveredtünk ott, hogy körülbelül egy órát voltunk bent. Pont beszéltük is a Lacival, hogy ez olyan, mint régen, de már majdnem, hogy sötétbe értünk be, azért szerencsére nem csúsztunk bele, de 7 órát versenyeztünk ma, és nagyon kemény volt. Tényleg a 2 óránk az elment az ásással, szereléssel, nagyon-nagyon hosszú ásásunk volt, és ráadásul a tűző napban nagyon fárasztó volt, úgyhogy azt hiszem, hogy ma mind a ketten megdolgoztunk azért, hogy itt a célba beértünk. Végig homok, végig nagyon lassú, egy picike rész volt, ami egy kicsit gyorsabb volt, de ez végig az idegek harca volt, hogy az ember türelmesen meg tudja csinálni ezt a napot. Abszolút elfáradtam. Volt ebben minden ásás, szerelés, bár ne lett volna. De az eleje az egész, ez nagyon megfontolt, tudatos menés volt. Elég sok autót, egy 5-6 autót meg is eléztünk. Aztán az első dűnesornál volt egy ásás, nem volt rettentő veszélyes, de valamitől leesett az égszíj, valami kő vagy bármi egyéb bekerült az égszíjjel és leesett. Akkor megforrt egy kicsit a hűtőfolyadék, az annyi ezen kicseréltük, de onnantól fogva megedett az autó, úgyhogy ez egy 250 km-es igazi nagy idegbaj volt ez az egész. Volt defektünk is, de itt mindenkinek volt. Úgyhogy tulajdonképpen szerencsésen megúsztuk. Itt vagyunk. Vannak még benyócskám. Ástunk, de az igazság, hogy ez nem volt olyan rettenetes. Benne volt itt mindenki egy picit ásott, szerintem az eleje is ásott, mi is ástunk. Igazán nem ez volt a probléma, hanem az, hogy az égszíj leesett. Ez nem volt, nagyon nagy pehünk volt. Ilyen 2005 óta nem fordult velünk ilyen elő, hogy égszíjat kellett volna szerelnünk a gyorsan. Úgyhogy... Hát ez van. Ez benne van sajnos.